I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Aloy. He's a Karst. That man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right. See you at the North Gate. No, I opened quest menu. Tehát a main menu ugye az, hogy completed quests, oké. Okay. Ja igen, tehát akkor most kell craft fire arrows, tehát akkor ezeket most oda rakja nekem. Jó, hát akkor menjünk. Ja jó, ja igen, 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 a hódítós, vagy nem tudom milyen játék. Oké. Okay. Nem szóltam egy szót, csak akkor nem kell ilyen izé izgi játékokkal, mint például a Counter Strike játszani. És akkor mi, föl kell ugrani? Hát vissza már nem fog tudni menni. Jó sokat kell menni az izé, oda a fal, Strider Site, meg aha, aha, tehát aha. Mert ugye innen indultunk, illetve innen, hát jó sokat kell majd barangolni. Most nem tudom, hogy közben találkozunk-e majd izékkel, robotokkal. Viszont mindent kell craftolni, úgy néz ki, illetve izé lootolni. Lootolni. Ahogy még láttunk, igen. És itt van az izé, az elágazás? Ja nem, ez még nem az. Egyetes mondjuk. Which unlocks a new festival. Oh, ja értem, festival, aha, jó. Okay. És akkor itt tudunk majd ilyen fast travel-ölni, ezért tűz segítség, azt mondjuk érdekes. Na jó, nézzük. Igen, tehát most ugye azt akarom, hogy két nap is megtudjuk, hogy hát ugye megnyerjük ezt a versenyt, hogy megtudjuk, hogy kik vagyunk. Meg nem az kik vagyunk, hanem ki volt az édesanyánk. Mert ugye ez így kimaradt. Na, azt vett föl. Jöttem. De hol vagyok most? Nagyon be... Ja, hogy ez ilyen open world. Az igen. Tehát igazán nem csak az úton lehet menni, hanem... Ja, értem már. Nem tudom, hogy mennyire szerencsés. De az előbb itt felszedtem egyet most. Kárányszor megnyomom, hogy ezért térképet mindig leszpónolódik. Ja nem. Nem, most csak kimaradt. Valami hangot hallottam. Az mi? Jött el a medicine pouch-om, oké. Na, jó, akkor visszatérünk az útra. Hát, hogyha tudunk. Aha, elvég erre tudunk jönni. Jó,
hogy itt van a... Jó, ott van a Mother's Heart. És aztán ott kell majd ugye találkoznunk. De előbb ugye meg kell szereznünk a... Aha, menjünk el erre. Two more days, then I'll know what it's like in there. It's so many people crammed into one place. I guess no one ever gets lonely in there. No. Hát gondolom, hogy el kell intézni most egy ilyen robot valamit, valami robot kutyát. Egy dino, az egy róka. Rókán gyakoroljunk, nem? Fasz, gyorsan megy, bazd meg. Nem tudom eltalálni. Fullon vagyunk. De vagy ez tök olyan játéktól jó fej, hogy aha, ott fönt viszont van valami. Tehát, hogy jelzi, hogy mi van. Jó, nyilván ebben a magas fűben nem is venném észre, hogy valami loot van, tehát azért ahhoz barangolhatnék rendesen meg eleget, hogy felszedjek mindent. De itt tök jó, hogy jelzi ilyen izékkel, ilyen fehér bigyókkal, ilyen vonalakkal, hogy ott lesz majd valami lootolás. Lootolási lehetőség, úgyhogy ez még tök pozitív. Aha, ott... Miért mászunk ide, felnézzük, mi van itt. És így fel tud kapaszkodni? Nem tud felkapaszkodni. Pop, 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 pedig ott volt valami. Tehát nincs ez a nagy rohanás, mint a God of War-ban, nincs idegesítő kisgyerek, aki a tízi mindig hülyeségeket... Jó, nem kérdez hülyeségeket. De nem kérdezett a izé sem, a kisát se. Meg ez sokkal kedvesebb, tehát azért nem egy ilyen morcos... Boy! Oh boy! Szóval alapvetően eddig tetszik a játék, mondjuk olyan Hűha! Mi van a térképen? Jó felé jövök? Lehet, hogy nem jó felé megyek. Boy! Hű, lehet, hogy nem ide kéne, nem ide, ezt most már megnézem, ha már itt vagyunk. Ott meghalok? Itt, vagy milyen ugrásokat tudok? Tehát tudok én valamit csinálni? Vagy itt ezen így... Ezen így át tudok ugrani? Aha. Ja, aha, aha. És akkor oda tudnék, hova? Oda? Oda. Hogy ilyeneken tudok megkapaszkodni. Ja, én nem is kell nyomni semmit, beszarás. Oké. Okay. Ű. Igen, és akkor itt mivel tudok fölkapaszkodni? Ja, hogy aha. Hát ez itt sokat mondjuk nem mondott a játék, hogy izé, hogy hogyan kell játszani. Hűha, szarrá fogunk ázni. Eloy. Igen, és akkor ennyi. Följöttem ide, azt... Ja, ott még ott is van. Aha. Nem tudom, hogy... Igen, aha, ja, hogy ilyen növény, aha. Hát kurva nem ide kell jönni, de mindegy, most megyünk erre. Nagyon ügyes. Az a baj, igazából nem egyértelmű, hogy hova kell pontosan ugrani. Tehát, hogy jó, itt most így valamennyire kilóg amúgy a környezetben, de például igen. Tehát ott van az, azért a izé is jobban mutatta. Jó, az itt nekem? Akkor egy kacsa... Ja nem, hát akkor aztán nem lőjük le. Miért jöttem ide? Az igen! Na, hát ilyet is tudunk. De most lehet, hogy nem kellett volna lejönni. Ja, oda kell lennem. Nem oda le. Aha, ott vannak a farkasok. Aha. Jó, és innen hogy megyek le? Ó, boy. Ó, bazd meg. Na, most ez így, ez fasza. Nem vagyok boy. Hát én jelentkeztem például egy helyre, ahova izé azt mondták, hogy tök jó lennék kommentátornak, de momentán oda se hívtak vissza, úgyhogy
Igen, többen mondták már, hogy hogy rádiósnak vagy, vagy ilyen szinkron hangnak elmehetnék, de hova? Hogy? Nincs nem hirdetnek profession.hu-n, hogy szinkron színész kerestetik. De most, hogyha ide leugrom, itt halál van, nem? Meg hát fújja, az meg ez így nem jó. Hát így jutunk le. Hézi! Jó, na, így. Hát már csak nem esik annyira. Vagy de. Ott egy kem... Oké. És esőbe begyullad. Aha, na, és akkor ott lesznek. Na most mindjárt hatalmas nagy fájtok következnek, kérem szépen, mert közel vagyunk már a... Hát valami robotfarkasokhoz, úgyhogy... Mert ugye az a missionünk... Aha, igen, ott vagyunk már közel. Hát ide följöttünk, de igazából ide följöttünk... Aha, jó. Tehát hülye voltam, följöttünk. Itt van itt út. Tehát én meg itt a sziklákon fölugráltam, meg fölmásztam, holott igazából lett volna. Csak hát egy kicsit hosszabb mondjuk, de... Na, main embrance. Jaj, de ott lehet, hogy nem lehet... Ja, hogy ott nem lehet átmenni, gondolom. Aha. Aha. Ez itt mi? Itt egy. Jó, mentettünk is. Hűha. Tehát azt a ízet akarom igazából elkerülni, de most egy... De most, ha, tehát azt nem akarom bántani, mert ugye ilyen felderítőbb micsoda, amit ugye a fater mondott. Tehát nekünk szerintem ugye most ebből kell, ugye ez a papíron gyengébb állat, vagy hát ő a... De viszont ebből kúra sok van. De hát ilyen kombatot még én nem tanultam még, bazzek. Hát most hova? Hát fel kéne oda valahogy menni. Aha. Aha, csak ő, aha. Egy kővel elterelném a figyelmét. Nem, de ez elmozog. Aha, figyelj. Elmegy. Jó, és akkor hogy tudok fölkapaszkodni? Ja, hogy így? Hála, hogy végre elállt az esőbe, azon most látok is valamit. Jó. Várjál, csak 16-10 nyilam van, csak ez a probléma. Azok lehet, hogy támadni fognak? Ugye nem? Ugye nem?
eddig izgulás van. Most, de tök jó, hogy a játék igazából nem tanított meg semmire eddig. Észrevett engem? Baszd meg! Legalább. Jó. Na, most kérdés akkor az, hogy... jó. Azt együnk össze mindent. De most nem tudom, hogy összedtük-e azokat, amik... De ezek még odébb mentek, hogy lehet, hogy kell még majd. Metal shards. Kell még... Mi kell még? Ja, 2x3 blaze. Ja, hogy akkor még egy blaze kéne, de mi ez a blaze? A blazer? Ja, ott a blaze. Na, hát akkor gyorsan itt összedjük a többi dolgot. Ilyet tudok craftolni. Még ott van valami. Itt a Robiban. Mi van itt? Jó. Támadni? Csak nem. Most miért megy ilyen zene? Ez nem hangzik jól, hogy ilyen... ilyen izgalmas zene megy, na mindegy. Ja. Még nem érzem ezt a játékot, maradjunk annyiban, tehát ez most nem annyira egyszerű, mint a... mint mondjuk akár a God of War volt. Tehát, hogy ez tök jó, hogy itt van mindenféle enemy, de igazából még nem értem, hogy most kiket kell lelőni, meg mennyit kell, mit kell pontosan felszedni, vagy elég-e az, hogy itt most itt körbe-körbe mászkálok itt felszedni a gyógynövényeket, ezeket a blaze, meg a nem tudom milyen. Gondolom mindent fel kell venni, amit lehet, mert ezek a játékok erről szólnak. Ja, és akkor mi a quest? Talk to Cranston... Ja, G. Mhm.
Most mély megy ez a zene, de nem kell nekem ilyen zene most. Már nincs veszély. Eloy, haló? Van veszély, csak én nem látom. De megöltem már, hát most mi van? És nem ott kéne menni, hanem itt. A anyának a, izé, az órája. Na, végre már... Aha. És akkor lesznek emberek, akik izé, nem engednek majd be? Ezeket is nekem majd karatézni, vagy... A vadisznó az nem bánt. Aha. Gondolom én. Vagy be? Be kéne lassítani. Te most gúnyolódsz vele, vagy... Nem tudom, hol van, látom, ez szép meg minden, meg jó csaj, kétségtelen az is, de hogy most így valahogy... Ez ki vagy? Ja, hello. Ja, hogy ott vannak emberek, aha, és akkor... Eloy, halloy. A kurva élet, várjál már, nem, ezt vedd fel. Ezt nem akartam eldobni, nyugi. Ott is van valaki. Vele is tudok beszélgetni? Csokolom. Ja, aha. Hát gondolom, hű, várjál, az észrevesz engem, akkor izé? Akkor nekem lőttek. Ez így nem bántanak engem, tehát hogy kinél, mondjuk az egy fokkal jobb, hogy mi ez, ilyen kitaszított vagyok, de nincs az, hogy meglátnak, és akkor egyből ezért félfalú ilyen vasvillákkal, meg nem tudom, lapátokkal, kaszákkal így rám támad, hanem így ezért csodálkoznak, hogy hát de mit keres itt? Hát tudnia kéne, hogy hol van a helye. Mi ez a tripcaster? Nem tudom mi ez, mindegy. Gondolom, hogy ezért kell majd ez a vetélkedő, ez amin... Ugye holnap indulunk. Már nem ilyen izé, ilyen műveltségi, hanem... Aha, és akkor ide? Itt vagyunk? Jó, ott lesz gondolom a izé, srác abban a bódéban. Hol? Ja, aha. Well, an outcast on my doorstep, all mother protect me. Surprised you saw me, the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. One way or another. Yeah. A trade. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Igen, nekem az érdekesem lejárt, ugye a legelején elmondtam, hogy láttam már videókban is, de most is azt látom, hogy ezek a párbeszédek ilyen, tehát ilyen nagyon egy helyben állnak, és hogy mozog így a fejük, tehát szépen meg van csinálva a grafika, meg ugye a textúrák, minden kurva jól néz ki, de hogy mégis egy picit így csaltak a játékkészítői szerintem, hogy nem nagyon animálták túl így a karaktereknek a mozgását, vagy az arc mimikáját, hanem hát, hogy valamennyire igen, de inkább ez a csak egy hely, tudjátok, vannak azok a játékok, ahol ez a, jó, ott mondjuk nagyon kiütközik, ahol ilyen szinte egy a szájuk is csak így mozog, és ilyen tehát a fejmozdulatok, meg a különböző mozdulatok, azok egy bizonyos ilyen előre megírt útvonalon történnek, tehát ez a hogy elfelejtje a fejét, utána vissza, tehát semmi természetesség nincs benne. Itt is azért látszik egy picit az, hogy olyan szépnek szép, a hölgy meg pláne, de hogy ezért úgy, hát egy kicsit azért ott izé ment a, nem tettek bele annyit, jó lehet, hogy nem volt erőforrás, vagy nem akartak ezzel szórakozni. Nyilván nem ez a lényeg, mert amúgy maga a gameplay az meg amúgy tetszik. Igaz, hogy nem tudom milyen szart kell még csinálni, de megyek és gyűjtögetek, meg ölöm a robotokat. És akkor mit kell neki most adni? Ja, sell. De mit kell adni? I thought you wanted a tripcaster.
I'm ready to trade when you are. Trade. De most mi kell? De mi? Ja, trip. Ja, hogy a... Ó, bazd meg. Igen, ez micsoda? New weapon tripcaster. Equip. Oda. Ja, hogy ez ilyen izé, ilyen az igen. A, na. Ne, a, csak ide. Azzal fogok play movie, ez nem kell. Jó. Sling. Ja, hogy ezek ilyen fegyverek. Értem. És ezt a izért cserébe adtuk neki oda, és ilyen 70 meg 75 ilyen fém. Ugye a fémet a robotokból tudjuk ki... Na jó, most a kezd összeállni a dolog, tehát ilyen robotokból tudjuk ugye kivenni. Tehát magyarul mindez, hogy robotot törünk meg, annál több ilyen fémet tudunk gyűjteni. A vázsát. Ilyen resources. És van 20 ilyen vázsám. Wire. Ez mihez kell? Free sample, oh, na, csak ide a free sample boxot. Ez mi? A box, igen. Buy. I. Ingyi van? Adjál még egyet? Ja nem, out of stock. Csak ezt hagytam kinyitni? Na mindegy. You've got yourself a tripcaster. Practice how to use it someplace else, alright? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. Hűha. Will you be around later in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay. Ah, okay. Be sure to take a close look at my inventory though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. Jó, nézzük, hogy mit lehetne még venni. Ugye itt a weaponsből semmit. Resources... Igazából nem... Most kell most nekem? Shock trap. Most van 20 ilyen, ilyen blaze, vagy nem tudom minek híveket. Most azt én mind nem akarnám elkölteni a shock trapre, szerintem most még azt ugye nem kéne használnom. Vagy nem tudom, Hunter Arrow Pack... Az micsoda amúgy? Hunter Ammunition, Hunter Bow. Uh-huh. Ja, de fullom mondjuk azért. Hát szerintem nem, szerintem hagyjuk. Aeropack, Lightpack, bla bla bla. Jó, nem kell. Treasure Box is Vault Buy Back. Anything else? Nem semmi. Goodbye. I guess that concludes our business. All right. See you around. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. For a new weapon, the tripcaster capable of firing new ammunition types. The combat challenge will help you to learn new skills. Aha. De most megtanuljuk ezt a tripcastert használni. Hát aktiváljuk a questet. Jó, ja, de várj, a crafting menüből itt valamit megnyílt. Hogy akkor itt tudunk nagyobb izét craftolni. Ja, értem, és amelyik fehér. Jó, mert nem nagyon látszik, hogy az ilyen szürke, de amúgy a többi meg fehér. Jó, ilyen halványabb. Tehát ami fehér, azt lehet craftolni. Tehát ott tudunk... Aha, itt is. Mm-hmm.
mások. Hát mindegy, hagyjuk a modifications, treasure... Na, jaj, ezt ki tudom nyitni. Take all. Jó, ammo. Igen. Ez van már sok vajra. Biztos szerintem, hogy a Milán nyerjen. Hát most igazából... Mit tudom én. Őszintén szóval mind a kettőt leszarom, hogy mit játszanak. Én azért is nézem meg, mert egyrészt kicsit pihenek addig. Egész nap a gép előtt ültem, meg ugye utána rögtön jött a stream, tehát folyamatosan a gép előtt ülök, már reggel óta. Ja, nem, az azt jelenti, nem, de akkor kijutna be helyettük, nem, a Real ne. Már ha úgy veszik, hogy a Real alapból kiesik, de remélem, hogy ki fog esni. Hát most nem tudom, melyik amúgy az erősebb, vagy melyik az esélyesebb az Inter, vagy nem tudom, hogy játszanak. Tehát, hogy állítok most az olasz foci, ugye Juve is most a 15 pontos levonás ellenére már ott van a bajnokságban valami harmadik helyen, vagy már másodikak? Tehát, hogy jó bajnokok lehet, hogy nem lesznek, nem tudom, hogy mennyire vannak lemaradva. Ja nem, mert az olaszoknál bajnok lett a Napoli. Napoli, vagy a... azt most olvastam valamelyik nap, hogy az olaszoknál bajnokot hirdettek. De a Juventus visszajött a tizen... nem tudom, hanyadik helyről, ugye az, a, most talán a harmadikak voltak. És... azt hiszem az Európa Ligában is tök állnak, mert ott meg ott van az AS Róma, meg talán meg a Juve van még ott, igen. Lehet, hogy a Róma az kiesett? Nem, azt hiszem nem. Tehát ott is van kettő olasz. Tehát az olaszok az ilyen sútyiban, pedig hát az elmúlt évek vagy évtizedekben így nagyon az európai kupákban elindultak nyilván, mert ott voltak még a csoportkörben, max még így az egyenes kiesésnek így az elején, de tehát ilyen legjobb 8 meg 16 közé már nagyon nem... Ja, igen, baj. Aha, akkor azt olvastam, bajnak a Napoli. Tehát, hogy nem nagyon, és még ugye azon rögtünk pár évvel ezelőtt, hogy nem jutottak ki az EB-re, meg a VB-re, ha-ha. Jó, nyilván az a nemzeti foci, tehát az olasz válogatott, bár azért az olasz csapatokban vannak olasz játékosok, meg klubcsapatokban, és most azt vesszük észre, hogy így lehet, hogy ez csak egy ilyen kivételes év, mert úgy álltak a csillagok, és összejött az Európa Ligában, a BL-ben is, de hát én azt látom, hogy most itt valami nagyon összejött az olaszoknak, mert ugye mind az Európa Ligában, sőt lehet, hogy a Konferencia Ligában is áll valami olasz csapat, azt nem tudom. Szóval nagyon bejött nekik. Ja. És annyira az olasz focit igazából, tudom már régóta nem azt játszák, mert nem Catanaccio, meg mit tudom én, milyen ilyen bunker focit, de ennek ellenére engem úgy nagyon az olasz foci maga, meg az olasz bajnokság úgy igazából nem izgat. Hát jó is, hogy nyilván, meg így, hogy egymást kapták meg, tehát azért bármelyiket, akár a City-t vagy a Real-t kapják, és így valljuk be őszintén, ja, hát így a döntő az ugye fix, nyilván valamelyik olasznak, tehát egy olasznak tudja, hogy lesz a döntőben. Hát nem tudom, én remélem, hogy mondjuk a Real ki fog esni, és a City ugye bejut a másik oldalon. Mondjuk az 1-1 az megadja erre az esélyt, tehát hogy nyilván azért kell még izgulni a visszavágon, mert a Real az képes még idegenben is, nem tudom, 5 gólt rúgni, ugye lásd a Liverpool ellen, azt hiszem ott 5-2 vagy 4, összem 5-2 lett. Úgyhogy nem lehet leírni, hogy nyilván a City azért nem Liverpool, de ez kemény mens lesz amúgy a visszavágó. De legalább kiegyenlítettek, úgyhogy mondjuk ez pozitív. Hát a másik oldalon meg ezek elszórakoznak, de lehet, hogy összehoznak egy jó meccset. Tehát egy ilyen jó futós, brusztolós... legyen pár gól, tehát nem kell, hogy ilyen 8-2, bár annak is örülnék, én így kívülálló, vagy ilyen semleges nézőként. Ne legyen ilyen unalmas 1-1, vagy ilyen 0-0, mert azt én nem szeretnék most. Meglátjuk majd. Na, ezt a játékot közben én még nem igazán értem, tehát hogy most így hol, mit, azt kell, de miért nem tanít meg, bazd meg. Hát, mindegy, egy notebook. Nem tudom, nincs semmi. Thank you.
Hogy ez ilyen izét lő ki. Ja, értem, tehát, oké. Okay. Jó, ez a tripcaster, ez igazából csak ilyen elektromos tudom, nyilat, vagy nem tudom milyen szartot kilőni, nem tudom, ez itt fog eredményezni. Nem mutatta be a játék, tehát így fingom nincs, hogy most akkor ez így mire jó. Ja, és a görgővel tudunk váltani a két fegyver között. Igen. Jó, maradjunk ennél, mert így maradjunk itt. Jó, na akkor itt, hát azért szeregessük fel a cuccokat. Oké, és akkor merre kell mennem? Milyen feladat? Quests. Ja, értem. És hova kell mennem? Jó, akkor visszamegyünk oda. Jézusom, a szívbajt hozzanám, ami gyerek itt üvölt. Most nem tudom, hogy hol üvöltött, remélem, hogy nem az erkélyemen, mert persze az erkélyemet még nem csinálták meg, mármint hogy készen van, tehát ki tudok menni az erkélyre, csak az a baj, hogy más is ki tud menni a másik két lakásban, és így még mindig egybe van nyitva. Ez nem is magyarul beszél, bazd meg. Na azokat lődözzük le? Getting thick. Been waiting for rain. Kérdés, hogy jó, ezt most kitapasztaljuk, hogy igen, azért a legtöbb játék az olyan, hogy mondjuk, hogyha vannak ilyen kombatok, akkor ugye ezt jelölik, tehát van egy ilyen tutorial kombat. Igen. Van ilyen tutorial kombat, hogy ha mit tudom én, sárga a feje fölött, akkor nem tudom, fölkezdette valami a figyelmét, de az idő után ugye eltűnik, tehát elvileg el kéne tűnjön. Most itt meg folyamatosan sárga. Kettőt megöltünk. Ha vissza meg csak nem jönnek. Igen? Nem baj, ezek kellenek. Mindegy, találunk egy-egy ilyen izért, az lesz a taktika, bár a játék ugye nem vezetett rá, hogy mit kell pontosan csinálni, de a taktika az, hogy... jó. Igen. Jó, ott megyünk. Nyugi. Na, jönnek vissza. Jó, megyünk vissza az úton. Okay. Szóval, hogy ha észreveszünk egy ilyen csordát, akkor ott így próbálok egy kicsit párat így elhúzni.
hogy legyen ilyen nyersanyagom, meg mindenféle, amit ugye robot droppol, illetve ad nekem. Na megint elkezd esni az eső? Ne basz. Kezd borulni. Milyen gyorsan borul be az ég azért? Nem tudom, meteorológus Mihály ezt nem jelezte előre. Hoppott van valami, ezt felszedjük. Nyugi, jó, ja, csak ezt nem szedjük fel. Hogy vagyunk? Aha, itt erre, aztán ezt fölkönnyedünk balra. Végül elég könnyű dolgok volt. Hát, jó, igen, igen, ez is tény, tehát voltak nehezebb sorsolások. Én mondjuk annak örülök, hogy a... De nekem, meg anna, jó, abban a szempontból nem szurkolok a izének a Citynek, hogy... illetve ahhoz szurkolok, hogy nehéz meccsen jusson tovább a kurva életbe. Bassza meg. Hogy legyen nehéz meccse. Hűha. És azok miért jöttek vissza, bazd meg? Nem jó. Jóra kéne menni? Tehát, hogy fáradjanak el, nehéz meccs, hogy itt a hosszabbítás után jussanak tovább a Real ellen. Így akkor a bajnokságban, mit tudom én, tartalék... Tehát eleve fáradtabbak lesznek, tartalékolniuk kell. De ugye még vannak elmaradt mérkőzéseik. Hát de voltak már elsők. Mármint ugye a BL elsőség, az oké, az jó, az legyen. De a bajnokság majd nem tudom, fáradjanak el, pukkadjanak ki, és legyen az Arsenal a bajnok. Bár nyilván a második helynek is tökre örülök, tehát hogy ennyi idő után. Itt van a izé, Rost. Jogi. Gyorsan mentünk egyet. Na mondjad. You have the fire arrows. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? Hát persze, mert akkor lehet majd így... ja. Mrs. Shane, I'm not going to shine you. Mrs. Shane. De az angol nyelvtudásom az nem mindig a legjobb, de hát most ezt speciális pont nem értem. Mi ez a sán? Kitér. Én nem térek ki vele. Nem kerülök ki. Mi ez az ilyen? I guess... I get some rest. I have a I have a tripcaster. I saw Karst and got that tripcaster I was talking about. I hate to think what that outlaw trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Till then, we wait. Igen, szóval azt hiszem észre, hogy így nagy, tehát ugye egy helyben vannak, és van egy-két arcmimika, meg ugye mozgatja a szél a hajukat, ilyesmi, de hogy alapvetően ilyen nagyon egy helyben vannak, és ja, kis, de robotszerű. Guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Jó, és hova megyek aludni? Föl a fára. Oké. Okay. Ja. Hogy? Ja, hogy így? Aha. Ott állnak a kapuban, miért fütyültél be? Hát kérdezd meg őket, hogy mi van. Na azért, ott jön azért. Ja, az öreg anyó, gondolom. Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that?
The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Ooh. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. Azt a kul Metal Shardból 33-at? Ja, hogy ezt így, ilyen nagyobb gépek ezt így adják ilyen izét tucatjával. Az nagyon jó. Én azt mondom, hogy ilyen, ezt ilyen nagyon nehéz lesz craftolni, vagy ezt gyűjteni, lootolni, bocsánat. De, ja, hogy minél nagyobb a gép, annál többet fog adni. Mondjuk ez logikus valahol. Tehát nyilván több fémet tartalmaz. Vázsát! Van itt minden, itt a bucsúba. Megyünk, azt is felszedem. Minden olyan mozdítható, azt felszedjük. Oké. Okay. What happened to it? A machine, that's what. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Oh, I see. Az igen. Tehát ilyen gépre fogok vadászni? Ez kurva jó lesz. Hát én erre még nem vagyok momentán föl. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. Hát ez csak ez lófasz, ez kettőt adott. Hol vagyunk? Na, menjünk a izé felé most, tartsuk be izé az útonat. Bár nem tudom, hogy itt le lehetne amúgy térni, de ez mennyiben tér el ez a játék, vagy más, mint mondjuk a God of War, mert ugye ott is igazából oda mentél, ahova akartál, meg volt a quest, vagy a main mission, de amerre akar... Ja, ha... Nagyon izé... Nagyon ez a... Hűha... Várj, azt tudom csinálni, nem azt, azt nem tudom csinálni, hogy... Bazd meg. Ajaj. Jó, lehet, hogy később tudunk ezekkel majd izé fájtolni, ezekkel az egyszemű ilyen... Ja, az a izé, a Rust. Hát időben jött, megkövetett engem moson a fiú. Jó, elvileg, ezt most nem fog észrevenni, ugye? Hú, de van egy loot bőven. Hát kincses bányát találtunk, Rust. Rusty fiú. Igen. Hát ebben sok vas van, csak őt meg kéne valahogy izé akadályozni. How do you defeat it? That will be for you to decide. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. Kösz. You are on your own. I should stay out of sight. I can use the tall grass to approach. Okay, let's see. Where can I place my traps? Ja, én mit a gra... Hogy volt? Nem láttam!
Ja, értem. Aha. És akkor ez számítódik egynek. Tehát, aha. És most mire azon keresztül jön? Hűben meg. Kéne tüzes nyíl, nem? Available. Az hol van? Crafting. De most a hold drop az mit jelent? Ez van az inventorimban? Gondolom ez van itt, nem? Weapons. Ja, itt van, aha. Nézzük, hogy ezért bedőle ennek. Mi fog történni? Ne állj meg, gyere, gyere, ott van a izé, ott a csapda, át kell azon sétálni. Ügyesen, úgy, gyere. Na, ezzel most meg fogok küzdeni, szerintem, hát nem tudom milyen küzdelem lesz, hogy ilyen God of War-szerű, tehát hogy lesz ilyen izé, health bar, meg ilyesmi. That's got their attention. Ez a weakness-e. Hogy találom el a hasát, bazd meg? Figyú, hát nem tudom, csináljuk akkor azt, hogy mondom így. Okay, that was too far.
van, még amúgy ötletem. Le van feled, nem tudom ezekkel, hogy kéne. Az a baj, hogy nem tanított meg a tutoriál, hogy hogyan harcoljak enemik ellen. Tehát most így én találjam ki, köszi. Ja, meg mondja a fickó, hogy most már hagylak téged. Na, nézzük. Fogja még onnan is. This is where it ends. Hű, a betyár minden itt neki. Csak sikerült. Most nem tudom, hogy a tüzes nyíl az erősebb. Hát gondolom erősebb. Ja, a tíre is. De buta vagyok. Jaj, tüzes, meg... Jaj, de hát az törelt páncélt, bassza meg. Hát, hogy az kellett volna. Bazd meg, hát ez kellett volna. Na mindegy. Jó. Nagyon nagy Sawtooth Heart. Kivettük a processzorát ez a hát milyen fog ez a fűrészfog? Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years you've trained to win the proving, but only for yourself. As a brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. Tehát most arra akar engem tanítani, hogy meg kell védeni mégis ezt a tribe-ot, ezt a kommunát, vagy nem tudom mit. After the proving, and after I'm gone. Pedig hát, hogy ők ugye kitagadnak minket, mert hogy kiutáltak, mert hogy... Follow. Igen, mondjuk a tribe az, tehát ők olyan embereknek a gyülekezete, vagy nem tudom, ilyen lények, emberek, akik ugye nem, tehát nem ilyen agresszívek, ők nem bántanak minket, hanem... Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way.
I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for it, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. Ez akkor meddig van nyitva ez? Ó, bassza meg. Hű, az meg hat. Bassza meg. Bezárt a bolt. Akartam rendelni ezzel a meccshez egy kis... vagy hát venni. A fenébe. Szerintem az hard, vagy... I'll go back to the cabin with you. I'm not heading there just yet. I have other plans. Oh, such as? I'll be waiting for you at this time. Jó, hát akkor találkozunk ott a Mother's Heart-nál. Na, ez igazából tök jó befejezés, pont egy olyan pontnál vagyunk. Gondolom most a következő már az lesz, tehát nem lesz már így beiktatva semmi. Reward box. Hát vissza... Yes, nagyon jó. Akkor itt mentünk egyet, ugye? Quick save. Nagyon jó. Igen, ugye ez a következő. Na, a skill, ez az. Na nézzük a skill pontokat. Pöttyöttyö. Slows vagy aiming during jump or slide. Ja, értem. Hogy tudunk slide-olni? Ja, ezt gondolom ez a control, ugye? Hát, így ezt még egyelőre hagyjuk. Nagyon nagy, ez kell. Jó, most már van ilyen, ez ilyen tripwire, vagy nem tudom mi a túró, ez a mindegy, amivel egy, ugye csapdát tudok állítani. És most már ugye tudom, hogy mivel ugye a tutorial segített, ja nem, hogy hogyha ilyen csapdát állítok, akkor ő ugye stunolódik. És akkor, hogyha oda, hát csak mondjuk ez kérdés, hogy igen, hogyha ő, aha. Mennyire high damage-ot adunk neki, tehát ezt is ki kell gondolom tapasztalni, és ha majd meghalunk, akkor hát így jártunk, kezdjük újra. De várjatok, akkor kéne izé... inventory? Nice. Jó. Hát ezeket nem tudom, hogy most ezeket gyűjtenem kell, vagy mindig valaki majd írja meg a... akár a chatem, vagy a... vagy majd a VOD van a videó alá. Nem értem, hogy most ezeket így el kell adnom, gyűjtenem kell. Ezekből craftolnom kell valamit. Én amerre megyek ott, ahol látok ilyen izét, ilyet, azt fogom, azt felszedem. De hogy... Tessék, ezt is. Úgy, tehát rengeteg minden van. Na jó, visszamegyünk a izéhez. Hopsz, állj már meg. Ja, állj meg kislány. Jó, ott mentettünk. Hát visszamegyünk, és akkor egy következő mentés. Ja, ott is egy mentés. Na jó. Aha, kontrollra tudunk vetődni, értem. Ezzel meg ugrani. Ja. Hát, köszi tutoriál, hogy segítettél ebben is. Itt lehet, hogy nem itt kellett volna, de így. Ja. Nem baj. Nyugi. Sebződik? Nem sebződik, oké. Okay. Hát akkor megyünk mindennek keresztül. Innen is. Hűha. Jó kutyák, én most nem akarok veletek foglalkozni. Sziasztok. Hello. Ja. Hát, itt már csak nincs senki. Nincs, jó. Da, sprint. Talk to Rost. Ja igen, menjünk akkor Rosthoz. De amikor az előbb beszél... Ezeket annyira bírom, hogy beszélünk valakivel. És utána...
Mi volt ez a hang? Utána a következő feladat az, hogy ugyanazzal az emberrel beszéljünk, valahol máshol. Igen, ennek sok... sok értelme van, akkor miért nem? Na mindegy. Mert akkor ott lesz majd a... Ja, ott egy village, gondolom oda kell majd menni, ugye? Ott élnek a village people. Ja, igen, ugye itt jöttünk át, és akkor itt kell... ja, az iker testvére tuti. De várj, itt lesz bentési lehetőség, mert... Na most azt se értem például, hogy igen, ott vannak azok a szarok. Oké. Okay. Ott lent. A bal alsó sarokban. Tehát ott van a heal, azt én értem, az a Q, de például van az a potion, a... ez a sokkoló valami, meg a kő. Ja, na mindegy. Mondjuk a kő az az F, azt hiszem, hogy a G-vel kell a követ dobni? Valahogy így. Nem. Jó, nem, nyugi. Egy. Menjünk így. Igen. Na mindegy. Hát le... So, it's time. Are you ready? Hát készen vagyok, de előtte mentenék. Persze, készen vagyok. Yes, I guess. It's louder than I expected. You've never been so close before. I guess everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? Ja, hogy nem jöhet be. Még valami utolsó. Hát, ami utolsó tanács. No. You've learned every lesson the wilds have to teach. It was you who taught me, not the wilds. Yeah. Not sure my bow and spear will be much help in there though. It is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. Are you sure they're gonna let me in? I've told you, Aloy. By law, any child outcast can run in the proving. And any who pass are made braves and are outcasts no more. I know that. But not everyone follows the law like you do, Rost. Have faith, Aloy. The tribe will honor your right. Hmm? What should I expect once I'm inside? There'll be people celebrating and feasting. Mm-hmm. More than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. Hát bent biztos lesznek olyanok, akik, mert nem hiszem, hogy minden egyes lakó elítélni ugye ezeket. Sőt, hát ugye vannak olyanok, akik beszélgetnek velem, vállalva azt, hogy ezzel ugye a törvény ellen vétenek, és biztos vannak olyanok, csak hát nem tudom, ezt fel fogják-e vállalni, akik ugye szurkolnak nekem, mármint, hogy velem fognak együtt érezni. I'm ready to do this. Na, gyerünk. See you back home in a few days? Hát, vagy nem. You will not find me there, Aloy. Here. Mi? Take this to remember. Micsoda? Why are you talking like we'll never see each other again? Hát persze, mert meghalsz. No. You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. Ja, hogy nem csak... Ja, hogy akkor felvételjenünk a tribe-ba is. Tehát, hogyha megnyerjük ezt a versenyt, akkor mi is izék leszünk. És akkor onnantól kezdve... Tehát ő azért megy olyan helyre, ahol nem találja meg, mert ugye akkor a törvény ellen véd, de aj, bazd meg, ezt nem hiszem el. No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Így. Not this time. This time.
Fura, mondjuk, tehát nem tart olyan régóta a játék, és már próbálnak ilyen nagyon az érzelmét rahatni, hogy jaj, rossz, elmegy. De ugye nem nagyon volt idő arra, hogy így ezt szívünkbe zárjuk, vagy hogy az ő kapcsolatokat így megismerjük. Tehát most így próbál ilyen dramatikus lenni így a dolog, vagy drámai, de nekem ez annyira most így nem jön el, de jó, hát valamennyire igen, de tehát azt úgy átérzem nyilván, hogy ő mit gondolhat, vagy mit érezhet most. Enter Mother's Heart. De van valami szép, kéne... Az vagy mentés. Tudok menteni? Fotomód. Nem. Kéne valami ez. Csak ez itt valami tűz. Na jó, nézzük. Menjünk be, aztán ezért már akkor... Hát pont jókor fejezzük szerintem be. Or bleed. Your choice. Izé, csillagszületikre jöttem. Haló? Make way, make way. Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. Hát ő volt, aki megkeresztelt engem, nem? Nem is öregedett sem. But for the moment, I must leave you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja. Come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja? But that's my problem. We will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Oh, down the path to the right, you'll find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. May the force be with you. Na. Kéne valami mentés. Haló. Mentés. Mi fasz fog menteni? Júpa, és oda parti. Nincs izé. Hűha, megy el ma izé. Szeretelés. Greet Nora Mother. Mindenkit üdvözlünk, mindenkit megölelünk. Hát jó van ez. Nem nagyon izé. Barátkoznak itt velem. Mindenki teljesen bele... Technoparti van. jó napot, mentési helyet keresnék. Ja, campfire. Hát nem is akarok fast travel-ölni, csak hogy... Akkor ott lesz? Hol? Ott. Ja, ott van. Oda kell majd fölmennem. Na, no, te miért csüröksz itt egyedül? Mi történt? Ja, értem. Tehát várj ezért tesójára. Na, meg volt a mentés. Hát, fiúk, lányok. Egyelőre ez ilyen... hogy mondjam? Tök jó. Tetszik amúgy maga... A megjelenése igazából a kombat se, jó, nyilván nem a legnehezebben játszom, sőt, ugye az easy játszom, vagy nem a story, vagy nem, tehát nem az easy, hanem a normál, azt hiszem a normál. De igazából eddig még nekem úgy nem, de nem ez az első ilyen játék, ami ugye nem adta nekem a, mondjuk az első vagy második próbálkozás után, aztán utána tökre belejöttem, meg úgy át éreztem az egésznek a hogyanját, meg a mikéntjét. Itt most még én tényleg valóban azt érzem, hogy tehát még nem vettem fel a játéknak így a stílusát, az, hogy hogyan kéne, milyen módon kéne mondjuk harcolni. Az már kiderült, hogy lehet itt is ugye osonni, sőt kell is, tehát van magas fű, ugye ez, tehát az tök jó, hogyha ad ilyet a játék. Tehát az biztos, hogy nem csak arról szól, hogy izé, megyünk, aztán mindenkit öldöklünk. Én hiányoltam azt, hogy kevés volt a tutoriál, tehát hogy jó, átvezetett minket, sőt egy videóval lényegében, tehát hogy csak így mutatta egy ilyen átvezető cutscene-nel, hogy jaj, éppen tréningezik, meg a rász tanítja őt mindenféle izé, fortéra, és akkor így nesze, utána menj be az erdőbe, aztán gyilkod le a robotkutyákat. Úgyhogy nekem ez ilyen kicsit ilyen el volt így kapkodva az egész. Mint ahogyan az is, hogy most a rásztal igazából nem alakult ki olyan nagy, legalábbis így bennem nem alakult ki egy ilyen nagy kötődés. Értem, hogy ők ugye gyerekkorok óta együtt vannak, illetve a csajnak a gyerekkora óta, de ez a búcsú is olyan, jó, oké. De ha már nem tudom, 3-4 órán játszottunk volna együtt, és különböző akadályokat, kalandokat éltünk volna át, veszélyeket, megmentjük egymást, stb. És utána derül ki valami csattanóval, hogy hát akkor most neki el kell búcsúznia, akkor azt mondom, hogy így, na, ez most így, ez így váratlan volt, de ez így olyan.
Na mindegy, tök jó, tetszik amúgy, nyilván folytatjuk, jövő héten, mikor szerdán, ugye a szerdai game lesz a God of War helyett, nem tudom, hogy igazából game progressben hol tartunk, szerintem még sehol, meg azt tudom, hogy mi lesz még igazából így a játéknak ugye a célja, hát most ugye jelenleg, amit én tudok, hogy ugye azt szeretnénk ugye megtudni, hogy ki az édesanyánk, vagy hogy nem az, hogy ki az édesanyánk, vagy hogy mi történt vele, meg hogy kicsoda, tehát hogy szeretnénk ugye utána járni annak, hogy mi a helyzet a Murtival. És ugye ebből aztán lesz-e, vagy hát hogyha megnyerjük, hát gondolom meg kell nyerni ezt a versenyt, tehát az oké, ezt meg fogjuk nyerni, kíváncsi vagyok arra is, hogy ez hogyan alakul. És ugye utána megnyertük, akkor így mi fog tehát mi lesz a cselekménynek a további része? Tehát valószínű, hogy nem az lesz, hogy megnyerjük, vagy nem nyerjük meg, de valahogy elmenekülünk. Nem tudom. Na mindegy, nem kezdek el találgatni, majd kiderül a következő részből. A GTA is olyan volt, és utána az lett a kedvencem. Hát, igen, mondjuk az, hogy az lett, nem az lett a kedvencem. Nem is tudom, volt olyan játék, ahol úgy indult, hogy így, a Sniper Elite inkább az csak azért volt, ilyen, azért indult úgy, hogy ilyen fúj, mert ott az első rész az még ilyen iszonyatosan irányíthatatlan volt. Tehát ott, de annak utólag utána olvastam, és találtam egy ilyen programot, amivel a CPU-nak, a CPU magjainak a számát valahogy lehet, vagy az óraélet csökkenteni, mert a lényeg az, hogy nem is az FPS-sel kellett valamit izért, tehát valahogy csökkenteni kellett az FPS-t egy külső programmal, és akkor így nem csúszkált annyira a karakter, mert ugye mentél, és még így még így szlájdolt egy picit jobbra, balra, előre, és nekem az akkor nem jött be, de aztán ahhoz képest az egyik kedvenc játékom lett ugye a Hitman sorozat után, illetve mondjuk a Plague Tale sorozat, de a Tomb Raider is amúgy nagyon jó volt, vagy az Uncharted, amit ugye nem olyan régen játszottam, de volt sok jó játék, de olyan, ami így elsőre fúj, nagyon nem, és utána kedvenc lett, az így most egy hirtelen nem emlékszem. Minden esetre nem azt mondom, hogy ez rossz, csak még elején, tehát ez most még így fura nekem, de nem, hogy belejövünk. No. Azt mondja, hogy ma szerda, holnapra valószínű, hogy előrehozom a Sherlock Holmes Crimes and Punishments-nek a következő részét péntekről, ugyanis pénteken csak egy zombieknek az SEA meccsére lesz időm 7-től 8-ig, tehát holnap este, hát szerintem már ugyanúgy ilyen 6 óra, 6-fél hét magasságában elkezdjük a Sherlock Holmes-ot. Ha azzal is gyorsan végzem, mint ahogy múltkor, akkor lehet, hogy lesz végre egy kis nézőjáték, úgyhogy érdemes lesz nézni. Minden bizony a Stumble Guys, mert most a Broforce-ot, hát ha tetszik, hanem el kell felejtsük, mert nem jön update, én már nem is tudom, egy jó pár hete vagy talán hónapja nem is játszottam vele, úgy annyira, hogy nem. Stumble Guys az egész jó, most abban voltak vinek is, nyerhető, tehát hogy nyilván, hogyha olyanokkal kerül egy csapatba az ember, vagy egy ilyen poolba, ahol a nem tudom, a 12 éves kínai vagy japán gyerekek ízre szarrá vernek, mert egész nap ezzel játszanak, hát akkor így jártunk. De alapvetően az elmúlt időszakban, főleg amikor volt stream is, szerintem streambe is egész sokat sikerült elhúzni, vagy streamen kívül, nem emlékszem már rá, de egész sokat nyertem. Tehát volt egy zsinórban, nem tudom, 3-4 győzelem, azért az mondjuk úgy tök jó. Úgyhogy lehet, hogy holnap erre is lesz időnk. Pénteken pedig ugye este 7-től kezdődik majd zombieknek a következő mérkőzése, az IAS-nak, az Illés Akadémia Spiritnek. Litván csapat ellen, ha jól emlékszem, nem tudom most így fejből a nevüket, de egy kemény mérkőzés lesz, mert utána 8 órakor, hát 8 körül, hogyha vége lesz, akkor nekem utána mennem kell, úgyhogy ezért átkerül majd holnapra a pénteki stream. Úgyhogy holnap találkozunk Sherlock Holmes Crimes and Punishments-el, én mára köszönöm mindenkinek a figyelmet, főleg Arninak, Picibernek, és Danikának, meg még a többieknek, Knobernek is természetesen, hogy itt voltatok, Norbi Gamernek úgy szintén, ott is vertük a brigádot. Hogy micsoda? Miben? Mi? Hogy mi? Ja, hogy a GTA-ra gondolsz? Hát jó, mondjuk az 5 az már egy fokkal jobb volt, mondjuk abban voltak, a 4 az annyira nem jött be, főleg amiatt, hogy az autónak a vezetése az borzasztó volt, tehát csak belső nézetben voltam kénytelen nézni, mert hogyha kívülről, akkor ugye a kamera nem követte le az autót, tehát nekem az mondjuk nem jött be a 4-ben. Az előtte való GTA-k azok nekem meg egyáltalán nem tetszettek. Tudom, ha a San Andreas az ilyen kultikus, meg nem tudom mi. Nekem az valahogy, hogy így nem. Na mindegy. Hajrá valamelyik olasz csapat, tök mindegy. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha valaki esetleg Vodról nézni vissza majd ezt a részt, ne felejtsen lájkolni és feliratkozni, illetve a Tech csatornára is, a Tech barátra, mert ott pedig majd tesztek érkeznek hamarosan.
És hát nyerjen a Jobbik a ma esti mérkőzésen, holnap pedig találkozunk este, hát fél hét magasságában Sherlock Holmes-szal. Na jó hét mindenkinek, szevasztok!